Az Isonzó völgy vidékét a nagy háború alatt 2 éven keresztül dúlták az egymást követő harcok. 12 a folyó nevével fémjelzett csata zajlott a hegyek birodalmában, álló háborúval formálva a kezdeti lendületet. Az egykori csatatér ma már turista paradicsom, de egyben a háború hagyatékának őrzője is. A bohinyító vadregényes rengeteg mélyén bújik meg az ukanci monarchiás temető. A rendezett sírkert és benne a gondozott fejfák a Magyar Krajcáros Alapítványnak köszönhetik jelenlegi állapotukat. Eredetileg 296 sírhely volt ismert e temetőben, amiből már 15 nem létezik. Jelenleg 282 fejfa található, amelyek közül 221-en szerepel név is. Ezekből kiderül, hogy osztrák és magyar katonákon túl orosz hadifoglyokat és civileket is temettek ide. A térség egyik legfontosabb városa ma Kobarid, avagy háború korabeli nevén Caporetto. A háború idején még Olaszországhoz tartozott, ma Szlovéniában található. Itt üzemel az egyik legátfogóbb és kiállítási tárgyai tekintetében legérdekesebb múzeum, ami a környékbeli harcokat idézi fel. A múzeumon túl Kobarid másik érdekessége a város felett található, messziről elsőre csak egyszerű kápolnának ható csontház. A Benito Mussolini építette osszárium egyben tömegsír is, hiszen több ezer olasz, német, osztrák és magyar katona földi maradványait őrzi. Az olasz vezetés nem csak a saját katonáit gyűjtötte össze. A monarchiás katonákat, így a magyar honvédeket is ugyanilyen kegyelettel temették el, ugyanoda, ahova saját hősi halottaikat. A határ túloldalán, az olasz Redipugliában, az ukancihoz képest aránytalanul nagyobb, grandiózusabb emlékhely fogadja a megemlékezni vágyókat. Az olasz katonák előtt tisztelgő építményt szintén Benito Mussolini építette a 30-as években. A távolról piramisnak ható emlékhely tulajdonképpen csak lépcsőkből áll, amelyek függőleges falain sorakoznak az ide eltemetett, ismert katonák nevei. Összesen 100.187 katona hamvait őrzi a monumentális lépcső. Ebből mindössze alig 40.000 az ismert hősi halott, 60.000 pedig ismeretlen. Minden sor függőleges falán a prezente felkiáltás olvasható. Az olasz katonák bajtársiassága szerint az elesett harcos halála után is harcban szerzett testvéreivel tart, így amikor a sorakozók alkalmával egy-egy halott nevét mondták, társai helyettük is elkiáltották, jelen. Nem messze az olasz emlékműtől található meg az osztrák-magyar katonák sírkertje is. A hosszú, rendezett sorokban álló sírkövek csak sejtetik, mennyien alusszák örök álmukat itt. Összesen 14.450 hősi halott került itt elhantolásra, többségük ismeretlenül. Vajon meg tudjuk-e valaha is, hogy hány magyar katona vesztette életét az első világháború során? Hánynak ismerjük a sírját, és hányan nyugszanak mind a mai napig jeltelen temetőben? Hogyan folyik az azonosításuk, és mit jelent a hadisírgondozás? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is keressük a választ. És az sem volt véletlen, hogy az előbb egy olyan filmből láthattunk egy kis bejátszót, amelyben észak-olaszországi temetőket láthattunk. Azt lehet mondani, hogy ezek a temetők példaértékűek, valamit nagyon jól csinálnak ott Észak-Olaszországban? Igen, azt lehet mondani, hogy ezek a temetők elborítják ugyan a észak-itáliai volt első világháborús harcmezőket, és azt lehet mondani, hogy a helyiek azok gondoskodnak erről. Természetesen nem egyforma módon, hiszen nagyon sok temetőről van szó, de a legtöbbje jó állapotban van. Ez azt is jelenti egyébként, hogy megadják a tiszteletet ezeknek a katonáknak, akik ott harcoltak, és ahogy maguk az olaszok mondják, ugye összefortak a halálba, tehát befogadta ez a föld a mi halottainkat is, azokat a magyar honvédeket, akik a osztrák-magyar birodalom színeiben zászlói alatt harcolták végig ezt a 3 évet, amit a olasz fronton küzdöttek. Mit csinálnak jól az olaszok? A nemzetközi egyezmények miatt van ez így? A nemzettudatuk ilyen? A temető gondozása az nem csak pénzkérdés, hanem mondjuk úgy, hogy lelkiség kérdése is. Az olasz emberek ugye általában igen érzelmesek, hogy így mondjam, a szó legjobb értelmében, és igen konzervatívak a temetőik ügyében, ugye mélységesen vallásos keresztény nép, és éppen ezért gondot fordítanak ezekre a temetőkre, nem mennek el úgy mellettük. Függ attól is, hogy éppen milyen falu mellett van az a temető, vagy az önkormányzat elég gazdag ahhoz, hogy ápolja. De mindig azt érezzük, hogy ha például nem is tudják a műszaki munkálatokat elvégezni egy-egy kőszobornál vagy egy emlékműnél, általában le van kaszálva a terület
a temetőnek a területe, ki vannak egészítve a lépcsők, tehát a erejükhez mérten gondoskodnak ezekről. És nem csak az olasz katonák sírjáról, hanem idegen katonák. Idegen katonák sírjáról is, igen. Az olasz nép megbékélt az első világháború emlékével, ez nekünk teljesen világos. Sőt, ez olyannyira ment, hogy azokban a feliratokban, ahol az ellenség szó szerepel, de ez is olyan kontextusban, ami elismerést fejezett ki, ezeket már rég kicserélték. Mikor mondjuk egy temetőre, hogy igen, ez egy példaértékű, ennek így kell kinéznie? Hát a mi fogalmaink szerint ugye a katonai temető akkor szép, hogyha elvágólag vannak a síremlékek, a keresztek, illetve gondozott, ápolt a gyep, valamint körül van kerítve. Tehát ezek olyan alapkritériumok egyébként, ami egy másfajta temetőre is ráhúzható, úgymond. De hogyha megnézzük azt, hogy hogyan néz ki az amerikai Arlingtoni temető például, vagy hogyan néz ki egy angol temető, angol katonai temető, vagy egy német katonai temető, akkor láthatjuk azt, hogy hogyan kell kinéznie egy gondozott katonai temetőnek, egy hősi sírkertnek. Hát ezt megvalósítani nem olyan könnyű, nem csak az anyagiak miatt egyébként pláne külföldön, hanem nagyon sok összetevője van. 9 állammal kötöttünk eddig egyébként kormánymegállapodást, tehát a magyar állam 9 állammal kötött kormánymegállapodást hadisítmányozás területén, de nem mindig sikerül ennek érvényt szerezni, nem föltétlenül. Egyrészt azért, mert van, ahol óriási a lemaradás, és most itt nem az olasz területre gondolok, hiszen ott tényleg rendezett temetőink vannak, közös temetőink, de ha keletre nézünk, ott már nem mindenhol ez a kép tárul elénk, és ebben bizony sajnos a 20. századi ideológiáknak a lecsapódása is nyomon követhető. Hiszen 1945 után volt Szovjetunió területén a külföldi érzed alatt az ellenséges, a német, illetve a magyar katonai temetőket úgymond megsemmisítették, vagy jobb esetben hagyták az ebek 30 adjára úgymond. Ukrajna, illetve Oroszország területén számos olyan temetőnk van, amely megérdemelni a felújítást. Oroszországgal kiegyensúlyozottabb a viszony egyébként, ott nagyon komoly partneri kapcsolat van. Ott leginkább a II. Világháborús katonai temetőink, amiket rendbe hoztunk közösen, de folyik az első világháborús hadifogoly temetőknek a felújítás, illetve emlékműállítás. De a volt galíciai területen például számos olyan temető van, amely megérdemli a felújítást, és hát ezen dolgozunk is. De mondhatnám egyébként Románia területét, ahol szintén számos magyar katonai temető volt, illetve még maradványai megvannak, úgyhogy nagyon sok területen kell helytállni, úgymond. Van egy nemzetközi szerződés, ugye egy genfi egyezmény, amely kimondja, hogy hogyan kell ápolni őseink emlékét. Mit mond ez ki pontosan? Hát ez pontosan azt mondja ki, hogy ezek a sírok háborítatlanok, és az adott országnak kell ezeket a sírokat gondoznia, és a megfelelő állapotba tartani. Mindig azoknak az országoknak kell ezeket a temetőknek a gondozását finanszírozni, akik befogadják ezeket a halottakat. Tehát Magyarországon a orosz, olasz, bármilyen temetőt, azt nekünk kell állni. De a gyakorlat és a valóság azért más. A legtöbb esetben minden ország a saját halottait, ugye ő gondoskodik róla, ő finanszírozza. Így van ez Magyarország esetében is. Tehát a mi kinti temetőinket azt mi finanszírozunk. Ez egy ilyen hallgatólagos megállapodás. Az más kérdés, hogy egy adott ország, ami baráti viszonyt ápol velünk, például Lengyelország vagy Olaszország, ezekbe a költségekbe beszáll, akár 50%-kal is, tehát hogy kölcsönösen gondoskodunk egymás halottairól. Ez messze túlmutat egy szimpla, tudományos kegyeleti tevékenységen. Igenis küzdeni kell a politikai örökséggel, az attitűdökkel, vagy az ellenséges érzélettel, és amennyit segítenek a baráti érzelmek, mondjuk egy országnál, akár mondjuk Lengyelországról beszélek, vagy Szlovéniával, ugyanannyit ront ez a helyzet mondjuk akár Romániával, Szlovákiával, vagy Szerbia esetében. Ott nagyon nehéz feladatunk van. Bennünket egyetlen dolog hajt. Ezeket a katonákat, akik elestek és várják a gondoskodást, őket ez nem érdekli, meg a rokonait se. Nekünk küzdeni kell minden egyes magyar halottunkért, aki külföldön nyugszik, hogy méltó nyug helyet kapjon. Azt tudjuk, hogy a magyar királyság területéről 660 ezer főnyi az elesetteknek az aránya. A magyar királyságot mondom, tehát itt a nemzetiségeket beleértve, a magyar veszteségeket mi úgy számoljuk, hogy mintegy 350-380 ezer főre tehető, ami csak elesett hősi halottra vonatkoztatható. Hát nem tudjuk pontosan, sajnos. Azért nem tudjuk pontosan, mert az 50-es években megsemmisítették a veszteségi nyilvántartást. Így nekünk most ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mennyien estek el és név szerint meglegyenek a hősi halottaink, ezért Bécsből, a bécsi hadilevéltárból, a Kriegsarchivból kell visszaszárnoztatni az adatokat. És hát ez nem megy könnyen, ugye adatbázis kell belőle építeni, fel kell dolgozni ezeket a levéltári nyilvántartásokat.
Úgyhogy bízunk benne, hogy a háború végéig, tehát a 100. évfordulóig, 2018-ig talán sikerül ezt befejeznünk. Az első világháborúnak az emléke az eltűnt a köztudatból. Valahogy úgy köddé porlott, hogy csak egy-két fényképe maradt fent az emlékezetébe az embereknek, ahol kifent bajszú nagyapák állnak, pózolnak a kamera előtt a puskájukkal, és úgy az egész egy elveszett egy olyanba, mint hogy egy ilyen cukros mázas ködbe egyrészt, tehát a ilyen régi idők hadviselése, ahol reklámplakátok jelennek meg, a különös hajviseletű bajszos nagypapák, és ugyanakkor pedig ugye még a szocialista történeti írásból meg az maradt meg, hogy ez egy olyan rettenetes imperialista háború volt, ahol a magyar honvédek valamilyen szörnyű ideológia mentén gyakorlatilag egy népellenes háborúnak a kiszolgái lettek volna. És ami a legfontosabb, elveszett ebből a dologból a hősiesség. A hadisírgondozáson keresztül valójában ez a legfontosabb feladatunk, hogy ezeknek a katonáknak a becsületét meg a tiszteletét visszaadjuk. Ezek az emberek végtelen, kegyetlen körülmények között álltak helyt. Galícia pusztáitól, a Kárpátok ormainkig, az Alpok bércein át mindenhol. Ez a háború az összes eddigi háborúkhoz képest valami elképzelhetetlen terhet rótt a katonákra. A lövészárok háborúnál rettenetesebb nincs, nekem a történészi magánvéleményem az, hogy ez keményebb volt, mint a második világháború, és nem szabad azt sem elfelejteni, hogy az orvosi ellátás sem volt olyan magas szinten, mint a második világháborúban. Ezek a katonák egyszerre néztek szembe a modern tömegpusztítás csodáival, tehát a több napig történő tüzérségi előkészítéssel, a lángszórókkal, az aknafúrásokkal, a gáztámadásokkal, és ugyanakkor nagyon gyakran kényszerültek a középkort idéző kézitusákra. Tehát ezek a férfiak azzal szembesültek, hogy bármelyik perze meghalhatnak, és azt se tudják, hogy milyen módon. És ennek van egy rettenetes megnyilatkozása is, hogy ez a háború ugye elsősorban a tüzérség háborúja volt, hiszen a tüzérségi tűzölte meg a legtöbb katonát, bármilyen furcsa, nem a géppuskák és a szuronyroham. Tehát ez a halál arctalan volt. Nem lehetett tudni, hogy mikor jön el az emberért. Másrészt pedig ugye, amit mondtam, a kézitusa. Az a másik rettenetes dolog. Egy joviális társadalom volt az a társadalom, ami háborúba küldte ezeket az embereket. Nem szembesültek a borzalmakkal minden nap, mint a középkor embere. És hirtelen középkori körülmények között találták magukat. És mégis helytálltak. És ez a 350-380 ezer magyar halott, ez a végsőkig teljesítette a kötelességét, a haláluk is ezt mutatja. És nagyon fontos, hogy visszaemeljük őket a nemzettudatba, mert a nemzet megtartó ereje állt ezáltal, hiszen példát mutattak nekünk. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy ma emberre megállná a helyét egy ilyen háborúban. Ez az igazság. És nekünk ez a feladatunk. A sírjai gondozásával mi nem a gyászt idézzük fel, megmondom őszintén, bármilyen furcsa, hanem egy komor büszkeséget és dicsőséget. Ez a halott egyébként sokkal több, mint a második világháborúnak a katonavesztesége. A második világháború borzalmai elnyomják az elsőjét, pedig a katonákra nagyobb szenvedés rótt ez a háború, mint a második világháború. Mindenkinek jár a hősi halott elnevezés? Mindenkinek jár. Aki harcéren esett el, vagy harcéri sebesülés következtében halt hősi halált, hiszen az is hősi halott egyébként, aki a háborúban szerzett sebesülésébe halt meg később, annak jár ez a megnevezés. Tehát nemzetiségtől, hovatartozástól, zászlótól függetlenül. Hadikórházakat említett, akkor abban nők is dolgoztak, haltak meg, akkor nők is hősi halottak, nőket is találunk? Ebbe a formában nem. Ha betegség vitte el őket egyébként, amit a kórházban szerepeltek, és ilyenről tudomásunk van, akkor ő valóban hősi halott, és azt szerint is gondoskodunk a sírjáról. Valójában ezekre a nőkre iszonyú lelki teher hárult. Ezek a nők ugye azt látták a szolgálatuk alatt, hogy fiatal férfiak távoznak el a kezük között számolatlanul, iszonyú sebek által meggyötörve. És ők részt vettek egy olyan munkába, amit a legembertelenebb terhet rója az emberre, az osztályozás terhébe. A modern orvostudomány az első világháborúnak köszönheti a legtöbbet. Ekkor tanulták meg a frontsebészek, hogy amikor hozzák hátra a sebesülteket, azokat osztályozni kell. Azokra, akiket át kell engedni a halálnak ott helyben az első fronton, akik tudnak várni, és akit egyből meg lehet operálni. Ezekre a nőkre hárult ez a feladat, hogy ezeket a férfiakat ugye átsegítsék akár a halálból, olyan mértékű végig mellettük vannak. És ez rendkívül meggyötörte a lelküket, nagyon sokan tönkre mentek ebbe a későbbiekben, és ezért is nagyon fontos, hogy ezekről a hölgyekről megemlékezzünk, akár egy emlékművel. Én úgy vélem, hogy amikor, ha sikerül a végső célunk, hogy a magyar első világháborús hősi halottak kapjanak egy méltó emlékművet, ott lesz az első világháborús ápolónőknek is egy emléktábla vagy egy kis szobra, megérdemlik. Nagyon keveset emlékezünk meg erről. Sokan megkérdezik, hogy hát mi is az a hadisírgondozás.
van benne néha érdeklődés, néha még azt is érzem, hogy sajnos még valami enyhe irónia is van benne, hogy kapirgáljuk a sírokat esetleg. Igen, az is benne van. Természetesen a sírokról a fizikai létükben kell gondoskodni. De a hadisírgondozás az a nemzetépítésben való aktív részvétel. Ezek a halottak, ezek a mi őseink, senki más nem fog róluk gondoskodni. Ezek a mi történelmünknek a jelképei. És a magyar történelem az hadtörténelem, régebbi, mint az államiság. És tele van hőstettekkel. Mi nem szólunk arra, hogy újraírjuk a történelmet. Ez a történelem, ez fényes és ragyogó. A bukásokkal együtt és a keserű talprálásokkal együtt, az minden nép történetében van. És minden kereszt egy-egy ilyen alkalmat, egy eseményt jelképez.